Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás szeptember 17-éig. Hétfő. A hétfői napon a hold uralkodik. Jelentheti az anyukádat, az anyai érzelmeket, de a vágyakat, az elképzeléseket és az álmokat is, hiszen a hold kihat az érzelmi világunkra. Mi történik a hétfői napon? Ezt mutatják a kártyák. A virágcsokor az jelentheti a kerti munkát, a virágot, de utal a te szépségedre, a jó ízlésedre, vagy hogy megszépítesz valamit a környezetedben, jelenthet egy kreatív tevékenységet is, vagy lesz egy kellemes meglepetés, egy meghívás, vagy egy ajándék. Kedden Lilith energia van. Az aktiválja az álmainkat, a vágyainkat. De ezen a napon úgy tűnik, mintha ez elérhetetlen lenne. Az is lehet, hogy valaki azt közli velünk, ne álmodozz olyan sokat, ebből úgysem lesz semmi. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, az jelenti az élet erőnket, vagy a férfiakat. Mi történik a keddi napon? A gólyák, azok jelenthetik egy kisbabának a születését is. Amit a gólyák még jelentenek, ezek a változások, munkahelyi változás, vagy költözködés, vagy változik az ő hangulata. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik, itt látható a szimbóluma, az jelenti a tudást, a továbbképzést, a cselekvéseket, a kapcsolatokat, szerződéseket vagy kommunikációt. Mi történik szerdán? Itt megjelenik a ravasz róka. Az jelentheti azt, hogy rossz úton haladsz. Nem tudsz dönteni, vagy rossz döntéseket hoztál. Az is lehet, hogy van egy szerződés, de vizsgáld át alaposan, mert valaki be akar csapni téged. Ez lehet egy hamis személy is, amire a róka utal, tehát légy óvatos a szerdai napon. Csütörtökön Jupiter bolygó uralkodik, ami a szerencse bolygója, vagy jelenti az igazságot, de mutatja az igazságtalanságokat is. Mi történik csütörtökön? Itt látható a kígyó, ez jelentett egészségügyi témákat, egy gyógyító erőt, vagy a megújulásokat, de lehet egy hölgy is. Hogy milyen szándékokkal közeledik, hát itt a háttérben még ott van a ravasz róka, tehát légy ezzel a nővel kicsit óvatos, vagy vedd észre azt, hogy ez a nő megpróbálja a lelki társadat befolyásolni. Péntek. Pénteken új hold van, az indiai számítás szerint, az indiai asztrológia szerint, az oroszlán jegyében. Ez az új hold jelenti a visszahúzódást, a meditációt, a téma pedig, hogy mi vagy ki áll a középpontban, mire kellene odafigyelni. Ezen a napon, tehát pénteken Merkur bolygó megáll egy pillanatra, utána előre halad. Lehet, hogy vársz egy hírt, és pénteken még nem jön, de hiszhatsz abban, hogy útban van hozzád. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, a szerelem bolygója, és utal ránk hölgyekre is.
Itt a horgony jelenthet egy stabil párkapcsolatot, ahol le tudtok horgonyozni. Amit a horgony még jelent, ez a munka vagy a hivatás. Itt lehetnek változások, az is előfordulhat, hogy ez a hamis nő figyeli a munkádat, megpróbál a munkahelyen kritizálni téged. Péntek, itt látható, Vénusz bolygó uralkodik, a horgony jelenteti a munkahelyi dolgokat, és szombaton Szaturnusz bolygó, a sors bolygója uralkodik. Itt lesznek fontos beszélgetések, hiszen a madarak azok csevegnek, és pontosan erre utal ez a kártya. Vasárnap, a vasárnapi nap felett a nap uralkodik, itt van a szimbólum a középen. Ezen a napon a hold eléri a lefele mozgó kármikus csomót, Kétút, és aktivál kármikus témákat. Kétúnál a múltról és érzelmekről van szó. Az is lehet, hogy valaki gondol rád, a múltból vannak még érzelmek, visszatér hozzád. Itt is látható egy hír, valaki jelentkezik nálad, és ez a hír fontos lehet számodra. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!